Nos, hát köszöntök minden kedves nézőt, Erkristóf 2002 kommentátor állásban, és itt vagyunk a Hard Groupnak az Abu Dhabi nagydíján, ami ennek a csoportnak nem szezonzáró lesz, ugyanis még majd egy brazil futam lesz ezután. Ez az egyetlen csoport, aminek nem ez lesz a szezonzárója, az összes többi csoportnak, tehát a South Groupnak, illetve a Medium Groupnak. Majd ez az Abu Dhabi nagydíj lesz a szezonzáró. Hát a South Group az ugye majd egy ilyen kb. Fél óra múlva kezdődik. Majd oda is átnézhettek majd később, de hát szerintem egyelőre ezt a hátfutamot izguljuk végig, ugyanis itt nagyon izgalmas a bajnoki csata. Ugyanis Redei vezeti a bajnokságot 306 ponttal, Bolcsalmi Zsolt előtt, aki 298 pontos, tehát mindösszesen 8 pont van kettőjük között, és szerző pedig 271 ponttal. A harmadik eredmény pedig nagyon jó formát mutatva az utóbbi versenyeken, nagyon közel ért itt az egyéni dobogóhoz, 265 pontjával jelenleg a negyedik helyen áll Williams pilótája. Aztán jön Redei 212 ponttal, Turbo Dieselnek van 205, Petinek pedig 181. Többiek már kicsikét le vannak maradva. És hát a konstruktori itt az előző futamon lehetséges, hogy a Ferrari megnyerte, azért még ne kiabáljuk el, de azért egy 48 pontos előnyt építettek ki a Mercedes-szel szemben, akik viszont átugrották az Alfa Romeo-t a konstruktori második helyen, 428, illetve 425 ponttal. Hát tehát tulajdonképpen itt nagy valószínűséggel a második helyet, a konstruktori második helyet lehet nagy csata, és még a Williamsnak a jó formáját elnézve még talán ők is beleszólhatnak ebbe a konstruktori második helyet menő csatába, ők egy ilyen 40 ponttal vannak lemaradva. De hát majd meglátjuk. A McLaren pedig 5., 298 ponttal, és a Red Bull 262-vel a 6., többiek pedig már le vannak szakadva. Stark Agent közben nyomott egy irritáját a pályán, vagy ez így... Mi történt Starkkal itten visszatérő futamán? Hát ez egy autótörés? Hát ez elég egy autótörésnek tűnik szegény Stark itten. Bár nem tudom, hogy mennyire szeretett volna itt az időmérőn erőket, de hát kemény gumikkal jött ki, szóval nem tudom. Na mindegy. Hát Stark itt Last of Us-t szerettem játszani. Úgy tűnik. Na nézzük viszont, mert hogy Redei időközben már megkezdte a mért körét. Sőt, hát nem, mi az, hogy megkezdtem, már a második szektor végéhez közeledik Redei, a bajnoki éllovasunk. Hát nem így tervezteztek. Na nem baj, nem baj. Innen lesz szép gyerni, utolsó helyről. Na, hát Redei, oppa, hú, miért fogott Redei azt a mindenit, a 9-es kanyar kiáratánál is vette. Azt a mindenit, de hogy ott hogy nem állt keresztbe Redei, az gyönyörű. Gyönyörűen megfogta itt közben, amúgy a másik ház Principó is megforog. Hármas kanyar. A házaknak nagyon nem kezdődik jól ez az időmérő. Stark a falban végezte, Principó pedig megforgott. Na mindegy, nézzük a többieket, ugyanis most már jönnek Wolfsmark, illetve Petty ismert körön. 57 Wolfsmark. Hát itt most már nagyon sokan mért körön vannak, de Mark lesz az első, aki itt be fogja majd fejezni. Igen, azért erről a pályáról érdemes tudni, hogy ugye ez az idei játékban lett update-el. Opp, az egy széles volt, és valószínűleg el is vette a mért körét. Sajnos. Hát így neki nem lesz meg ez a kör, viszont... Erre Lemmingnek megvan, és ez egy 1.24.6, hát ez ilyen kezdőidőnek egyelőre jó, de még biztosan fognak egy csomót majd javulni. Itt azért szerintem 1.23 teljesen simán meg lesz, hát Zsolt már mutatja, és 1.24.2, hát azért mondom, hogy itt azért az 1.23 az nagy összességgel meg lesz a Hard Groupnak majd. Egyébként még azért túl sokan nem jöttek követ, most szerző érkezik meg a második helyre, hogyha jött egy Alfa Tauri a háttérben. De ő még... Ő még csak most kezdte meg a körét. Ott
ott egy bója elszállva. Valószínűleg az utolsó kanyarból elvitte valakit a cél egyenes közepéig. Gamerted lehúzódik, ugye ő már befejezte a körét. És itt jönnek a körök, Cigi a negyedik helyen van. Peti pedig egy 1.54-es. Hát maradjunk annyiba, kivezető kört futott. Vagy eldobta, vagy valami, azért 1.54-et az egy fél perccel rosszabb, mint a jelenleg első helyen álló Zsolté. Jaj, Nedon. Jó, lehet, hogy rosszul ejtek ki egy-két tevet, hát bocsássatok, hogy meg ezért azért átgrubban nem nagyon szoktam kommentálni, meg úgy mostanában alapból se, Nedon egy kicsikét szélesre vette. Turbo Diesel közben a harmadik helyen, de Nedon érkezik az utolsó előtti kanyarhoz, ami azért itt már jó néhány embert megtréfelt Nedon, és köztük van túl széles, és ezzel elvette ezt a körét Nedon, be is jön a boxba. Senko. Jön Senko, és az első 1.23.6. Ott is van az 1.23-as idő, amit mondtam. Méghozzá nagyon komoly 1.23-as idő, 1.23.671, hát ez már 1.23 közepébe kapásból Senko. Hát ez egy többi 6 tizedes előny, ez nagyon komoly. Hát igen, ez nagyjából olyan, mint amit F2Play-ék szoktak médiumban csinálni. Hopp, és Senko közben el is dobja itt egy örömében. De az idő már megvan, és hát van az a megjegyzés, hogy Senko ezzel az idővel már top 5-ből nem nagyon fog kicsúszni. Bár még nagyon sok van hátra, nagyon sokat fog gumizódni azért még a pálya. Tehát még azért jönni fognak javítások. Peti közben kettes kanyarba, sajnos nem látjuk ma, hogy nincs a környéken autó. Kettes kanyar kijáratán, hármas kanyar bejáratán falba vágta és Peti kiesett. Hát valószínűleg az történt, ami nagyon gyakori ezen a pályán, hogy kettes kanyarba túl agresszívan rámegy a rázókőre, a rázókő megdobja az autót és beleforgott a falba Peti. Hát így akkor szegény Peti se fog javítani, Senko megint kipörög, nagyon komoly bajomja freestyle-t. Turbo Diesel és a boxba jön, hát akkor Principót nézzük, ő az, aki miért körön van. Szóval szegény Peti az az 1.31-jel fog maradni és Principó! Megint ugyanott, ahol az előbb eldobta, most is eldobja. Kicsit magasabbra kellett volna a szárnyakat venni, kedves uraim. És akkor betapadna az autó. Ez az átka annak, hogyha túl kicsi szárnyakkal mennek be. Hiába gyorsak az egyenesben, nagyon könnyű hibázni vele. Tehát azért nem fenékig telj fel az élet a kis szárnyakkal. Tehát azért ezen a pályán nagyon könnyű eldobni a kisebb szárnyakkal. Nem feltétlen azt mondom, hogy 0-0-as szárnyak, de mondjuk már egy ilyen 10-12-es szárny és simán el lehet dobni. Tehát tényleg ott az első három kanyar az nagyon nehéz. A 2-es-3-as kanyar főleg ugye a kis szárnyakkal. Meg ugye a 9-es kanyar is, meg ugye ott az a lassú talán 12-13-as kanyar ott a szálloda alatti rész, ahol most éppen Wolfsmark tartózkodik, erre gondoltam. Szóval ugye ezek nagyon nehéz részek, illetve hát még azért itt ebbe a 14-es kanyarba is simán el lehet dobni a hátulját, ha valaki túl kicsi szárnyakkal megy, szóval azért itt nagyon sok olyan kanyar van, ami itten becsaphatja az embereket és megtréfálhatja az urakat a kis szárnyakkal. Magas szárnyakkal is, csak azzal azért jóval nagyobb az esélye abban, hogy befordulsz. Főleg ugye a versenymennél, ahol ugye telitankkal még kevesebb a tapadás. A Principó 1.45 nyilván ugye a kipörgése után nem volt élete köre. Na nézzük Fikijit, akinek még nincs. Amúgy nagyon kevés embernek van mért ideje, ahhoz képest, hogy már lassan 10 perce megy az edzés, még csak 10 embernek van mért ideje. Vihar a rossz lobbyba csatlakozott be. Fikiji érkezik, és a 8. helyre 1.25.3-mal Gamerdedet megelőzi néhány századdal. Nedon most kezdi meg a körét, Wolfsmark érkezik. 53.3. Lila középső szektor, legalábbis a játék szerint, ezt azért mindig érdemes fenntartásokkal kezelni.
reméljük majd. A 23 ebből a szempontból egy kicsit azért javulni fog, hogy már nem random fogja kiírogatni a lila szektorokat, hanem már tényleg csak azoknak fogja kiírogatni, akiknek reálisan lila a szektora. Meg mondjuk azt se ártana, hogyha itt a közvetítésben mondjuk kiírogatnák, hogy zöld szektor, vagy lila szektor, vagy sárga. És valósz már a második, akkor az bizony talán lila volt. Mondjuk nagyon messze van Senkótól, még mindig 6 tized majdnem a különbség. Hát Senkó nagyon komolyan ott van az élen az idővel, szerző közben a második, és ott jött Gamer, aki a hetedik helyre kapaszkodik fel. Hoppá, szerző! Kipördül. De szerencsére a falat nem találja el, így tovább tud menni. Jön SM... N, MRC, hát... Hoppá! Oja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 j
ebben nagyon sok maradt itt az utolsó pillanatban. Meg lehet máshol is, azt nem láttuk. Na nézzük, jön Redei, Principu, befejezte, vagy nem, még csak... Hát nem tudom, hogy most kezdtem meg, vagy befejezte, mindegy. Redei viszont, él a középső szektor. Na hát, Redeinek javítani a kell, mert jelenleg nincsen mért ideje, és csak a 15. Vel jelenleg messze a legrosszabbul a bajnoki aspiránsok közül, mert Lemming az 5. helyen van, Zsolt a 6. szerző, pedig a 3. Na jön az utolsó kanyar Redei. Nézzük. Ez szép, és az 5. helyre felkapaszkodik. 1.24.141. Közben lemaradtunk erről, hoppá-hoppá, Zsolt följött a második helyre méghozzá egy erős idővel, 1.23.722, ez már csak 0,05-ra van Senku idejétől. Zsoltra mindenképpen érdemes lesz odafigyelni, ugyanis nagyon-nagyon-nagyon közel ért Senkóhoz. Pabbali pedig följött harmadiknak 1.24.0-val, hát itt a Redei is kör miatt ezekkel sajnos lemaradtunk. Hát, így áll a helyzet. Na nézzük, hogy kik vannak körön. MRC van körön, de hát nem miért köröz. Cigi se javít. Nedonnak elvette a körét. Principó. Ennek is a jó az a kör. Hopp, és el is dobja. Hát szegény Principó eddig többet pörgött az edzésen, mint amennyit egyenesen ment. Szegényként megint nem tudta. Hát igen, erről beszéltem, szerintem Principónál túl kicsik a szárnyak, és hát... Vagy egy másik opció az is lehet egyébként, hogy lehet, hogy nagyok a szárnyai viszonylag Principónak, viszont túl magas a guminyomása, és túl melegszik a gumija. Az is lehet egyébként az ok. A Principó azért látványosan sokat csúszkál egyébként, tehát ez legalább a harmadik kipöldülése volt Principónak ebben a, ezen az időmérő edzésen. És hát jelenleg szegényként csak a 15. helyen áll. Nem ez élete időmérője, Huszinátor is eldobja. A Latifi kanyarban. De megbussza a falat, úgy tűnik igen. Tehát ezzel Huszinátornak a köre is ugrott. És most már tulajdonképpen mindenki a boxban van Senkón kívül, de hát Senkónak ez lesz se egy erős köre, se egy érvényes köre. Szóval itt tulajdonképpen most itt Huszinátort nézhetjük, hogy hát ha itten produkálni tud valamit. Hát most bejön 15-nek, Principót még így is megelőzi. Ebből is látszik, hogy azért Principónak nem túl erős ideje van. Hát mondjuk Huszinátor a 27% RC-vel, nem tudom a vicc, és ugyan... Tehát ez... Na ez... Pepitába, ez Ctrl-C, és kizárta a játék Huszinátor, gyönyörű. Gyönyörű. Hát ez Pepitában ugyanaz volt egyébként, mint amit Principó megcsinált egy ilyen 3-4 perccel korábban. Kettes kanyarban sok volt, megúszott az autó hátulja, korrigált, és a másik irányba pedig elúszott, tehát... Hát és Huszinátort meg gyönyörűen kizárta a játék, tehát ez tényleg gyönyörű egyébként, hát... Szegényként a lehető legrosszabb helyre csúszott, abban a szempontból volt más a kettő. Amivel jól járt Principó, hogy Principó tovább csúszott be a bukótérbe, viszont Huszinátor meg a box kijáratnál állt meg, és jöttek ki az autók, és ezért a játék kizárta, mert hogy blokkolta a box utcát. A játék szerint Huszinátor, és emiatt ez volt az egyetlen különbség, de egyébként a mozdulat az teljesen ugyanaz volt. Az
az ellenkormányzással, meg mindennel. Hát Gidigedit átvágta a Bucks-ot a kijárati vonat, ezt nem tudom, hogy szankcionálva lesz-e. Az biztos, hogy ami szankcionálva lesz, az az egyes kanyar kijáratának a nyalszélesítések. Az biztos, hogy nézni fogják. Hogyha itt valaki túl szélesre megy, ugyanis a játék az nem mindig ad erre büntetést. Másik, amit majd nézni fognak, az a 16, az utolsó kanyarnak a kijárata, mert ugye ott is lehet elvileg nyerni. Azt nem tudom, az első kanyart azt én is tapasztaltam, hogy ott tényleg lehet nyerni időt. Akár ilyen 2-3 tizedet is lehet azzal nyerni, hogyha kiszélesíted okosan a pályát. Nem azzal, hogy... Tehát nem magával a kanyarban nyersz, hanem azzal, hogy a 2-3-as kanyaron sokkal nagyobb lendülettel, sokkal nagyobb tempóval tudsz átjönni. Mert ugye szélesebb ívről kezded meg, ezért kisebb lesz az ellenállás a kanyar... Hát az ív ellenállás tulajdonképpen, tehát emiatt sokkal nagyobb tempót át lehet azon két kanyarra vinni, és emiatt lehet olyan sokat járni vele, nem feltétlen azért, mert annyival gyorsabban meg lehet úgy csinálni a kanyart. Szóval igen, ez a két kanyar, amit figyelni fognak. Az utolsót őszintén nem próbál. Őszinte leszek, ha az első kanyart, azt én is próbálgattam egyébként így Grand Prix-ban, meg a karriermódban, és amúgy tényleg működik, az utolsót nem próbáltam sose. Nyilván liga versenyeken ezt nem csinálom. Na nézzük, Turbo Diesel a 6. helyen van. Kicsikét javított. Jön Zsolt, hát nem ez lesz élete köre még. Majd a következő. Na, hát meg tudják-e verni Senkót, az a kérdés. Hát, hogy top 5, az... Ott. Még lehet, hogy túl nagy lelkű is volt. Még lehet, hogy túlságosan alá is becsúltam ezt az időt. Mert hogy ez nagyon úgy tűnik, hogy ez nem hogy top 5-re elég lesz, hanem legrosszabb esetben is így a második sorba. Szerző közben egyébként jött egy javított időt, egy 1.23.8-at. Szerző kiesik. Szerző nem fog javítani. És bocsánat, ez pályán Ritter volt. Reméljük, hogy majd a Zai nem tart fel senkit, úgy tűnik, hogy félrehúzódik a régi vonalvezetésnél, a régi sikánnál. Na nézzük Zsoltot, meg nézzük a többieket. Redei lesz... nem. Wolfsmark az első, aki átjön a célvonalon, és nem tudott javítani. Az utolsó szektorban veszített. Wolfsmark marad a 7., és már nem is fog tudni javítani, ugyanis Ersze az elfogyott. Na nézzük a Haast. Principóval körbe tud érni, és ez egy 1.24.996 a 12. helyre javít. Jön ott a háttérben az egyik Aston Martin, aki MRC volt, MRC is javított a 9. Aztán megjött Turbo Diesel, aki nem javított, ugye ő az előző körében lőtt el a puskaport, és nézzük Zsoltot, 5000-es javításban. Nézzük az utolsó szektorban, tudott-e valamit visszahozni? És nem. Marad a második Zsolt. Nem tudta Senko idejét megverni. Jön a másik Mercedes-szel. Gamer Dead, de nem tud javítani. Nedon se fog javítani. Hát kik vannak még körön? Erlemming. Ő van még körön. Illetve még a csapattársa. Fiki G nem javított. Marad a 13. Nézzük Erleminget a 8. helyről. Előre tud-e mozdulni? Nem. Nem tud erről még a 8. helyről előre jönni. Nézzük Cigit. Cigi is még külön van, de sajnos nem jó. Senko javít tovább 1.23.632. Bebetonozza az első helyét. Cigi is átjön, ő se javított, ugye Principót az előbb láttuk. Mondjuk ő elment még egy körre, de itt a vége. Hát szegény Principónak ez a 4. pörgése ezen az időmérőn. Hát... reméljük a futamon azért nem fog ennyitszer kipördülni a szegényként, mert hát ez... most nem volt élete teljesítménye. Mondom, nem tudom, de azért az látványos, hogy Principó mennyivel többször eldobja egyébként, mint a többiek. Nem tudom, hogy ez most a túl magas gúnyomás, vagy a túl kicsi szárnyak miatt lehet ez. Ami a jobbik eset az az lenne, hogy a túl magas gúnyomás, mert azon még lehet módosítani, viszont ha túl kicsi a hátsó szárnya, Principónak azon már nem fog tudni változtatni, mert ugyanis párkfelmé van. Tehát akkor nagy a baj Principónak, akkor az egész futamot ez így kell végignyomnia. Hát hogyha
nagyobb nyomás, aztán még ugye le lehet venni a pákfelmé szabályok értelmében. És hát akkor Senko pole pozícióban Abu Dhabiban. Egy 1.23.632-es idővel. És Zsoltot is dicsérjük meg, aki nagyon közel ért Senkóhoz. Mindösszesen 900-adra volt Senkótól, 1.23.722-vel. Szerző harmadik, 1.23.8-al, aztán Pabbali negyedik már 1.24-es idővel, aztán Redély az ötödik, hát konzisztensen hozza. Tehát konzisz, hát ez az, erről az ötödik helyről nagyon sok mindent lehet majd Redeinek még csinálni. Aztán Turbo Diesel a hatodik, Wolfsmark a hetedik, Erlemming, hát mondhatjuk, hogy csak a nyolcadik végül is, de hát azért a versenyen ő is biztos erős lesz. MRC a kilencedik és Gamerted a tizedik. Nos, hát jön most akkor néhány perc szünet a versenyzőknek, amikor kicsit kipihenik az időmérő fáradalmat és felkészülnek a versenyre, taktikákat állítanak, elintézik ügyes-bajos dolgaikat, de úgy tűnik, hogy nem, mert hogy valaki elnyomta itt a Reddit. Csak hát ebben az a problematika most, ha ez igaz volt, hát na jó, lehet pektolkodott egyébként a rendszer, lehet, hogy ez még a, ez a visszaszámláló, ami az előbb volt, az még a betöltésnél volt, ugye ott is van egy ilyen pipálós rész, még az, annak volt valószínűleg az órája, mert még nem indulunk, igen, igen, akkor csak ez trifált meg engem. Na hát akkor viszont akkor most tényleg jön az a pár perc szünet, amíg igazából nagyjából semmi nem fog történni, azon kívül, hogy ott a lelkes szurkolók rendeznek itt a boxfal fölött. Hát addig pedig egy-két érdekes F1 2023-as vagy egy F1-23-as hír, mivel most már nagyon közel van a megjelenés. Mai napon lett bejelentve, hogy a spanyol pályának ugye kivették a valóságba az utolsó előtti kanyarnál ott a sikán részt, és a játékban is ki fogják venni, én ennek amúgy nagyon örülök, mert nagyon nem szerettem egyébként azt a részt, tehát most egy sima, hát nem biztos, hát egyébként valószínűleg padlógázas kanyar lesz egyébként, nem majd azt a 23-ban meglátjuk. Szóval így egyébként sokkal több kihívás lesz egyébként a spanyol utolsó kettő kanyarban, ugyanis hát így most az utolsó kanyar is nagyon komoly tempóval lesz bevéve, szóval amúgy én nagyon-nagyon várom már, hogy majd spanyolba ott mehessünk, és majd tényleg ott a utolsó két kanyart majd itten tempósan bevegyük. Hát igen, ezek a legfrissebbek a F1-23-ról, ahol ugye majd folytatódni fog az SMG liga majd a következő szezontól. És hát szépen el is beszéltük ezt a pár perces szünetet, és akkor jön a Redi, és akkor majd megláthatjuk a rajtot, illetve a gumistratégiákat a versenyzőktől. Na, hát köszönjük a út közepén lévő taktikákat. Na nézzük a rajtot, aztán majd utána állítunk itt minden gumistratégia, mert minden. Na, ebben a pillanatban elindulnak. Zsolt jól kapja el a rajtot, és meg is előzi Senkót, és ott pedig érkezik szerző is a belső íven Senkó mellé, és összeérnek, és szerző kipördül!
szerző kipördül a legelső kanyarba, pontosan úgy, mint ahogy Verstappen 2016-ban. Szerző a lehető legrosszabbul jött ki a rajtból. Itt közben mennek a csaták. Volt már előzi MRC-t, és még néhány helycsere van. Erről Emming. Maradt a 8. helyen. Látható a közben a gumistratégiák, nagyjából fele-felében osztalak meg a médium és a hardosok. Talán a hardosok egy picivel többen vannak. Egymás mellett van az egyik Aston Martin, és ott egy kis ütközés, Wolfsmarkot lökte meg MRC. És ez ebből Ariel Emming profitált nagyon komolyat, és Wolfsmark nagyon sokat veszít ezzel. És itt egymás mellett hárman, jaj, és ott össze is érnek. És hát ki más is járna rosszul, mint Principo szegényként, hát ez a hétvége csak nem akar neki összejönni, pedig amúgy nagyon jót rajtolt. Ott volt már a top 10-ben Principo, és hát szerző elé kerül vissza. Itt közben megy továbbra is a csatát, itt nem kímélik egymást az urak itt a mezőnyben. Nedon környékén Gidged, Huszinátor, Peti, itten nagyon komolyban nyomják a csatát, és ott hát néhányan kiszélesítik a pályát. Nedon volt, és itt Huszinátor meg is előzi. Szóval az első három helyezett a közepes keverékekkel van, itt közben Principót támadja szerző az utolsó előtti, a 17. illetve a 18. utolsó helyen. Erőlemény pedig közel van Turbo Dieselhez szintén. Picit leszakadt. Nézzük szerzőt! Kívülről Mark Ford bár alá fordulni, kicsit összére két autó, és jól jön el Principó. Na viszont az egyenesbe Principót néz meg, hát nem fogja, oda néz Principó, hogy megy el az egyenesbe. Na. Hát mondjuk Principót megelőzni nem lesz könnyű, az is biztos. Nagyon komoly egyenesbeli tempója lesz most a Haas-szal. Hát igen. Szerző teljesen leszakad az egyenes végére Principót. Na, szóval Zsolt, Senko és Pabbali az első három van közepes gumikon, Redelyes Turbo Diesel kemény gumikkal van. Aztán erről Emming közepes, Gamedet kemény, MRC kemény, Wolfs már közepes, aztán Cigi Peti és Gidged közepesen, és közben Gidged az, aki ott hátul az Alpinnal, az egy resettu track volt. És egy első Sainter és Gidgednek. Illetve MRC is. És MRC-t kizárja a játék. Hát ez normális. Kizárja MRC-t a játék. Hát ez hihetetlen. Hát ezzel megvan az első kiesőnk a mai napon. És Nedon, a másik Aston Martin. Ajajajajajaj. Hát nagyon rosszul kezdődik az Astonoknak is a verseny. MRC-t mozzálta ki a játék. Nedon pedig eldobta a kettes kanyar kijáratán. Mondhatni a szokásos helyen. Közben Ariel Emming van nagyon közel, Turbo Dieselhez be is megy a belső ívre, egymás mellett a két autó, viszont Turbo Diesel egyelőre megölszi az ötödik helyét. De nem biztos, hogy sokáig, mert hogy jön Ariel Emming. Viszont az egyenesbeli tempója jó Turbo Dieselnek, bemegy a belső ívre, kívülről megpróbál Turbo Diesel ráfordulni, Ariel Emmingé az optimális pozíció, és meg is van a pozíció. Feljön az ötödik helyre Ariel Emming, már három helyet javította rajtól kezdve. Sárga zászló, hát Principó és szerző. Nem bírták, és mind a ketten kipördültek. Valószínűleg összeértek, sajnos erről az esetre is nem maradt, mert hogy itten Ariel Emmingé csatáját néztük. Pabbali közben a harmadik helyen a... Sőt, bocsánat, de erről is nem maradtunk. Hello. Itt a mezőny végén való csatározások elviszik itten a dolgokat. Senko, várjál már, szerző, Senko is eldobta közben, azt akartam, hát itt annyira gyorsan történnek az események, hogy én már én se tudom követni. Principó feladja, hát. És ez safety car. És ez egy safety car, na most nem mondd, hogy azért, hogy a Principó a boxba ritálja az adatot, valami másnak kellett, hogy történjen. Gidged esetleg nem. Neki is. Egybe lett volna az autója.
Igen, egybe van az az Alpin. Na most nem mondod, hogy a Principo Box utcai retire-je miatt jött a safety car. Ez úgy nagyon komoly, hogyha miatt jött. Hát szegény Principot, meg tudom mondjuk érteni, hogy miért lépe, miért unta meg azt a mai futamot, de... De én korainak érzem, tehát most... Nem tudom, hogy miatta jött-e a safety car, vagy más miatt, de most ezzel a safety car-ra például Principo teljesen simán felejött volna a mezőnyre, váltott volna a gumira. Ez egyébként a szerzőnek nagyon jól jön ez a biztonsági autó, most nem tudom, hogy váltani fog a taktikát esetleg, vagy... Vagy mi fog történni. Zsolt, hopp, ott megpróbálta beugratni pabbal itt, de ez nem jött össze, Redei, hát nyilván kimarad, és ott hátul bejön Erlenbing a boxba. Na! Ez most egy agresszív... Ez egy agresszív két kiállás lesz most innentől Erlenbingnek, mert próbálja a kettő kiállás. Na, hát ez érdekes lesz. És ott bejött Senko, és bejött Stark Agent is. Na! Kemény gumi. Ez egy kemény gumi. Nem fog ezzel végig menni, az biztos, mert ezen a pályán van gumikopás. Viszont innentől kezdve egy kettő kiállásra átállt Terry Lemming, és ő nagyon gyors lesz innentől kezdve. Ugyanis ő nyomhatja majd ezeknek a gumiknak végig. Na ez egy nagyon érdekes taktika lesz. Ugyanezen a taktikán van egyébként Stark Agent, Senku szerző, tehát akik ugye a mezőny végén voltak. Mondjuk Erlen, mint a legérdekesebb, mert ő a negyedik helyen volt, tehát ő amúgy nagyon szépen előre jött. Tehát az Erlen, mint most ezzel azért nem keveset kockáztat, tehát... Nem biztos, hogy rossz lesz ez a kockáztatás, simán lehet, hogy be fog jönni. Természetesen ez azért sok mindentől fog függni. Hát majd meglátjuk, Erlenre érdemes lesz odafigyelni, majd. Senko ugye eldobta, és ő ugye, hát... Nyilván ezek után már rá is volt erre a taktikára kényszerítve, hát ugye mondjuk adott is azoknak a gumiknak. Stark Agent is közel kemény gumikkal van, és szerző. Hát mondjuk szerző... Na mondjuk szerző ezzel most ő is sokat nyerhet, tehát 15. helyen van. Természetesen biztosan ő is kettő kiállással lesz innentől kezdve, tehát ő is még ki fog egyszer jönni, viszont most... Egyrészt ez... Tehát akik most váltottak, azok egyrészt most sokáig elmehetnek. Tehát egy ilyen 20. kör környékig simán el fognak tudni menni, és onnan egy közepes gumival végig menni. Lágygumi itt nem hiszem, hogy meg fogja bárki is kockáztatni, mert ez a lágygumi annyira rossz ezen a pályán, tehát egyszerűen túl melegszik, gyorsan elkapik, tehát amúgy lágygumi nem valószínű, hogy bárki is fel fog rakni, kivéve ha a verseny legvégén lesz egy biztonsági autó. Tehát itt valószínűleg majd az lesz, hogy közepes gumikra jönnek majd ki itten az a négy ember, akik most voltak a boxban. Na hát akkor viszont safety car összeszedi a mezőnyt a 6. körben. És hát ez most egyébként még a kemény gumival rajtolóknak is jól jött egyébként. Például Redeinek és Turbo Dieselnek. Ugyanis ők ott vannak a 3. és a 4. helyen. Viszont ők egy teljesen más stratégián lesznek, mint az élenálló kettős. És ezzel most eltűnik a különbség, ami ott volt Pabbali és Redei között. Mert ott azért volt egy ilyen kb. 2-3 másodperces űr, ha jól emlékszek. És azért, ahogy telnek a körök, egyre jobban Redei irányába fog fordulni a gumi. Kopás. Tehát Zsolt és Pabbali innentől kezdve csak lassabbak lesznek majd. Szép lassan ilyen 2-3 kör és el fogjuk érni már majd azt a pontot, amitől majd már jobb lesz a kemény gumi. És akkor viszont Redei tud majd támadni. Viszont Zsoltot meg majd Pabbali is támadni fogja. Ami azért majd érdekes lesz, hát ugye Pabbali az nincsen bent a bajnoki harcba, szóval ő kockáztathat. És valószínűleg fog is, tehát itt Zsoltnak nagyon okosan kell majd játszania. Jön ki közben a biztonsági autó, és akkor Zsolt vezetésével újraindulhat a mezőny. És hát nézzük akkor Pabbalit, nézzük majd Redeit, és hát természetesen majd félszemmel azért figyeljük Erlenbingéket is.
Ugye most az is fontos lesz nekik, hogy azért néhány pályapozíciót azért majd nyerjenek. De hogyha meg ott beszorulnak majd a 11. helytől lefele, az se jó nekik, mert akkor viszont sokat veszítenek majd a bolyban. Na de nézzük Zsoltot, mikor indítja el? Most! És úgy tűnik, hogy egész jól jött el, 6 tizedes a különbség, úgyhogy Zsolt egész jól kapja el az új rajtot. És akkor a 7. körben újraindul a futam, Zsolt, Pabbali, Redei, Turbo, Diesel és Wolfsmark az első öt sorrendjeit, közben Fiki G és Erlenmin között egy talán egy helycsere, és ott a belül a belső ívon az egyik Aston Martin a Ledon próbált ebből profitálni, és hát mégis Fiki G-t megelőzte, appot kivágódott Fiki G és ki is esett. És ez most nem tudom, hogy így úgy Gidget közben kap egy háromszöket, átvágta a pályát, hát ez mondjuk jogos is volt, azt én is láttam. És így megelőzi szerzőt. Hát azért, ami az a Fiki G-s mozdulat, talán a Fiki G volt az, aki belül volt és rámozdult az Aston Martinra, Nedonra, azért az így nem volt szép. Nem tudom, valamelyik Williams volt, nem tudom, hogy az most Fiki G volt-e, vagy Erlenmi. Azért ez nem volt szép ez a mozdulat. Közben Peti megelőzi Husinátot, aki rögtön visz is támad a külső íven, és Peti lesz a jobb pozíció, és Husinátor viszont kívülről, és visszaelőzi. Jaj, de szép volt ez az előzés. És itt közben megy a csata hátul is, egy szerző próbálja a Gidgedet visszaelőzni, Edom pedig így Senko mögé került. Gidget pedig támadja Edomt, és szerző pedig mögöttük. Zsolt pedig nagyon jó tempóba kezdett el az élen menni, hát Gidget a külső évről. Hát ez nem volt csúnya és szerzése, Nedon szerintem most egy kicsit szétesett. Itt az előző körös speedputy után. Már nem tudom, lehet meg is sérült az autó, nagyon alul kormányzott volt Nedon autó, lehet meg is sérült ott abban a pitty-putyban. Szerző pedig jön Gidgetre. És itt nem fogja még megpróbálni. Szerzőnek se szabad nagyon kockáztatni Erlenmink. Peti ellen próbált meg talán valamit, és ezzel viszont Erlenmink nagyon sokat veszít. Ez volt a kockázat benne. Ez volt a kockázat abban, hogy kijött. És így most nagyon-nagyon hátra esik Erlenmink. Szerző pedig benn van a Gidget mellett. Ebbet fékez, és ez megvan szerzőnek. Gidget még vissza fog támadni jobb gyorsítással, megcsúszik szerző. Most mind a ketten tenyerelnek az overtake gombon, ez talán már innen meg lesz szerzőnek. Már Gidget nagyon jön kívülről, vissza tud előzni, összeérre két autó, és Gidget kipördül. Hát... Gidgetnek ez most nem jön jól. Mondjuk maradjunk annyiba, végül is visszaadta a szerző, mert végül is Gidget ugye egy körrel ezelőtt úgy előzte meg, hogy átvágta ott a hármas kanyarba a pályát, szóval... Jó, nyilván nem hiszem, hogy bármi szándékoság lett volna, hát igazából szerző belül volt, Gidget kívülről megpróbált ráfordulni, aztán összeértek. Na nézzük, Senko közben jön át a mezőn, jön át, átfűzi magát Stark Agenten is, és a 10. és közben Pabbali! A második helyről Pabbali összetöri, és ez egy újabb biztonsági autó. Pabbali kiesik a második helyről, hát természetesen ugyanott. Kettes kanyar kijárata, hármas kanyar bejárata. Ahol ma már annyian eldobták. Egy újabb dévvel listán, Pabbali is kiesik a második helyről, pedig nagyon jó futamot teljesített eddig. És újra bejön a biztonsági autó, és akkor most ez Zsoltéknak egy esély lehet, hogy lecseréljék a közepes gumikat. Viszont az a problémája Zsoltéknak, Zsoltnak, Wolfsmarknak, Husinátornak, hogy ők viszont a mezőny végére fognak vissza, ezt ugye és egybe van a mezőny, még mindig. És most nem tudom, hogy Zsolt azok után, hogy Erlenminggel mi történt, megkockáztatja. Már lehet meg kéne viszont, mert ezek a gumik meg nem fognak túl sokáig tartani már, mert azért most már 8 kör bennük van, hát ugye ezzel együtt majd 9. És hát igazából alapból is a box kereső ablak egy ilyen 3-4 kör múlva lenne.
De lehet jobban jár Zsoltia, bejön és be is jön, így van, és valószínűleg majd követni fogja akkor majd Márk is, illetve Huszináltal is. Na hát viszont akkor Zsolt nagyjából majd Erlem mindig könnyűkére jöhet be. Cigi is a boxban, Bolc már kimaradt, kemény gumi Zsoltnak, jön vissza, és ott megy el a komplet boly. Hát igen, Erlem még elment. És erre Lemming és Nedon mögé. 12. helyen Zsolt. Viszont most ő lesz az, aki nyomhatja. És hát ez a safety car, meg ezek a kiállások szerintem Redeinek jöttek a legjobban. Ugyanis ő most átveszi a vezetést tiszta pályán. Még egy egész jó gumikkal, mert azért ezekben a gumikban még szerintem egy ilyen, körülbelül egy ilyen 7-8 kör biztosan benne van. És hát Zsolt be lesz szorulva a bolyba, és hát azért az a problémája lesz Zsoltnak. Ő még Nedonon talán átmegy, mert azért Nedonnak ugye ő is a verseny eleje óta van azokkal a keményekkel. Viszont Nedon előtt Erlen még szerző, Stark Agent és Senku, ők már voltak a boxban. Tehát ők frissebb gumikkal vannak, és ő rajtuk azért nem lesz könnyű dolga Zsoltinak átmennie. Cigi pedig a közepes keverékekkel jött ki, hát ő is ki fog még egy számmal jönni. Zsoltán mondjuk kérdés, hogy 20 kört végig bír-e majd az a kemény gumi? Vagy végig kell-e bírnia? Ugye az is egy kérdés, mert simán elképzelhető lesz még itt biztonsági autó itt az eddigi eseményekből kiindulva. Na hát fölért itt mindenki a bolyra, de még úgy tűnik, hogy nem fog kijönni a biztonsági autó, szóval még egy körre elmegyünk. Ez mondjuk Zsoltnak jól tesz. Mert hogy ugye most így neki azért nem kopnak olyan ütemben a gumiai, mint hogyha versenytempóba mennének. És hát a két Alfa Romeo az első és a harmadik helyen áll jelen pillanatban, Turbo Diesel pedig a második. Na nézzünk akkor itten egy pozíció kavalkádot. Hát négy helyet jött előre az első hármas. Gamerdet 6-ot, Huszinától 13-at, Peti 9-et, Stark Agent szintén 9-et. És hát a bukók között pedig ugye Senku 6-ot bukott, Szerző szintén 6-ot bukott, Zsolt ugye 10-et, de hát ugye ez még azért nem feltétlenül reális, mert ugye még itten a mezőnynek hát még azért jó néhányan nem voltak kint, vannak akiknek még ki kell jönniük, vannak akik megpróbálnak végigmenni, tehát itt azért még teljesen össze-vissza van minden taktikával is. De hát azért ebből a grafikonból is azért úgy látszik, hogy egyelőre mennyire egy káosz utam ez a hard Abu Dhabi nagy díj. És hát még messze nincs vége, hát még ugye 19 kör hátra van. És hát azért nagy valószínűséggel a kör végén majd akkor kijön a biztonsági autó, és hát akkor még valahogy lesz 18 körük itt a fiúknak elintézni a dolgokat. Viszont ha a Redei megnyeri ezt a futamot, akkor viszont nagyon nagy lépést tesz a bajnoki cím felé, ezt azért nagyon halkan megjegyzem. Arra azért kevés az esély, hogy megnyeri ezen a futamon a bajnoki címet Redei, azért arra nagyon kicsi az esély. Tehát Zsoltinak most arra kell rámennie, arra kell fókuszálnia, hogy ne menjen bele semmilyen kockázatba. Tehát, hogy most ő nem kockáztathat, mert hogy most ő nagyon nagy bajba lehet azzal, hogyha ottan a... Hát mondjuk kipördül, vagy kiesik esetleg. És akkor Redeinek azzal egy nagyon nagy esélyt ad. De szóval most Zsoltnak nyugodtnak kell maradnia a 12. helyen. Tudom, nagyon nehéz. De most neki nyugodtnak kell maradnia. És higgadtan kell versenyeznie. Nem szabad semmilyen kockázatot vállalni a Zsoltinak. Viszont a mezőnyön meg valahogy át kéne jönni. Hát ez a legnehezebb helyzet, hogy nem kockázhat, de a mezőnyön meg át kell jönnie. Na nézzük el, de elindul, de nagyon jól indult el, már is 9-10 előnnyel. Sőt, egy másodperc előnyel. Turbo Diesel kicsikét bealudta azért ezt az űrrajtot, és Gamerdel előzi Wolfsmarkot, és Huszinától is előzi Wolfsmarkot. Ott mondjuk, na igen, na ez az, amiről beszéltem. Még a stream elején, még az időmérő, hogy ott azért nem szabad túlsz leszélesíteni, mert akkor az időnyeri, ugye... Hoppá, ott hátul!
Már megijedtem, hogy esetleg megint kiszáll valaki, de szerencsére most nem, csak kicsikét megcsúsztak itt. Megy a csata Stark Agent, Petty Senko és szerző. És szerző most megpróbálja itten kihasználni az adató alkalmat, bemegy 3 Tree White-ba. Na nézzük, Stark Agent kiáll inkább, jobban, jól csinálja, nem szabad ebbe középről belemenni, mondjuk most ott tartja szerző mellett, most szerzőnek se szabad olyan túl sokat kockáztatnia, és Ariel mind, jaj! Uhú! Nagyon komoly ez a verseny, Ariel még a belsőben szerző mellett, ők harcolnak a harmadik helyet a bajnokságba, szóval ő nekik azért nagyon vigyázni kell egymásra, bár nem fogják kimérni egymást. Szépen megoldották. Szerző a külső íven Peti mellett, és nagyon mélyet fékezést nem tudja a pályán tartani, és ezzel Peti, jaj. És most megvan szerzőnek. Peti nem nagyon akarta meghagyni szerzőnek a helyet, viszont megcsinálták szépen. És akkor jön Erlemming Petire. Zsolt a 11. jelen pillanatban egyet előzött, és most Stark Agentet támadja Zsolti. Közben pedig Redei az élen már egy kicsike kis előnyre, tehát ez az egy másodpercet nagyjából megtartotta. Na nézzük erre Lemminget, Peti ellen. Kívülről? Ajjaj, hát ez nem biztos, hogy egy jó. Tehát nézzük, milyen mélyet tud fékezni. Ó, de nagyon komolyan mélyet tudott fékezni, és ez így most a gyorsításon meg is lesz. Erre Lemming fejön a 8. helyre. A Peti visszatámad. Nyomja az overtéket, nyomja a szélárnyékot, kijön kívülre, na most ezt Erlennek nem szabad hagyni. A szerző lelépett közben, Wolfsmarki közben ott csatáznak elől, viszont ez talán most egy kicsit érdekesebb. Erlenminget visszaelőzi, jaj, és ott összeér Stark Agent is Erlenming, és hát ezt köszöni szépen Zsolt, aki a 9. aj, de szépen 2-t előzött Zsolt. Gidgedés Erlenming. Most nagyon sokat veszített, megint, hát szegénykém amióta kijött azóta csak hátrafele csúszik. Hát ott valami probléma lehet talán Erlemminggel, most még egy pozíciót veszített és egy Nedon is támadja. Hát. Szegény Erlemmingnek ez a verseny nagyon rosszul alakult, ott a Starknak talán egy warning volt. Mint egy kicsit talán szélesen fordult volna, vagy? Még nem baj. Majd ha 3 szeket kap, akkor lesz baj. Tudtam. Megy a csata, szokás szerint. És a Zsolti már a 9. és támadja Petit, akinek azért 9 körrel, és eldobta Huszinátor. És Senkóval. A két Alfa Taur is. Azt nem hiszem el. Azt nem hiszem el, hogy a két Alfa Taur is egymással ütközött. Már pedig 5 másodperces büntetést kapott Huszinátor, úgyhogy elképzelhető. Zsolti már a 7. és támadja Petit, akinél 9 körrel frissebb gumiai vannak, szóval Zsoltinak ez egy könnyű előzés lesz. Bemegy Peti mellé, és mondjuk még ne adjuk oda ezt a pozíciót, a most egy kicsit azért kitette a könnyökét Peti, akarom mondani Zsolti. És jó gyorsít ki, és ez talán most már innen megveszi, innen nem fog Peti visszatámadni, azért nagy a különbség, sőt inkább az ő helyébe Gidgedre figyelnék hátul. Nem adja fel azért Peti, de ez most már innen megvan már. Zsoltak, aki a 6. helyen áll, szerzőt is azért említsük meg, aki azért szép csöndben már az 5. és sárga zászló, ott eldobta Senko. Hát Senko is kiszáll ebből a meccsből, és Petiék küzdenek, Peti és Gidged, amit mondtam. Jaj, hát itt nagyon komoly, és ott a Stark Agent 2-t egyszer, nem? Petit megelőzi. Azért Gidged elvei egy kicsikét kirakta Petit a pályáról, maradjunk. Összeértek. Sárga. Senko kiesik. És ez egy VSC most csak. Most nem jön a biztonsági autó. Jelenleg. Még aztán lehet mindjárt küldik, de most már talán nem. Hát igen, most Redeinek nagyon rosszul jött volna, meg ugye a kemény gumisoknak. Az első háromnak most nagyon rosszul jött volna a biztonsági autó. VSC még jó. Így nem tűnik el az előnyük, és még majd folytathatják a körözgetést. Hát ha most bejön egy biztonsági autó, a Zsoltnak jött volna nagyon jól.
Illetve hát talán nem tudom, szerzőjék majd mit akarnak, mert mondjuk nem hiszem, hogy szerzőjék az ötödik körtől kezdve végig mennek majd azokkal a gumikkal. Mondjuk Zsoltinak is ugye necces ez az a 20 kör, de hát azért ezek a kis SCV-SC fázisok azért jót tesznek Zsolt gumijainak. Szenkóval megvan a verseny ötödik kiesője is. És hát a pole pozíciósunk nem tudta befejezni a futamot. Maradjunk annyiban, egyelőre nagyjából egy ember van, aki itten a bolyón egész jól át tudott jönni, a Zsolt, aki a képen van. Ő az, aki úgy nagyon semmiben nem került bele a bolyba, tehát ő nagyon jól csinálta azt, amit mondtam. Hogy nem kockáztatott, mégis jött előre a mezőnybe. Ma azért ugye szerző is az ötödik, hoppá, Gidged! Drive to penalty! Kicsit gyorsan hajtott. Volt a boxban közben. Ott pedig Cigi az, aki Petivel, és Peti, és itt Cigi mellé meg Erri Lemming is bemegy, és elmegy. Cigi mellett. Szóval, Zsolt már az ötödik. Szerző is átjött a mezőnyön, viszont azért neki is volt ugye egy ütközése még a verseny elején valakivel. De még Principúval. Tehát azért szerző is benne volt, ha mindenben, viszont ugye hát szerző még nagy valószínűséggel ki fog jönni, erről még itt megvárja a DRS zónát, na nézzük. És ott közben pedig Turbo Diesel támadja Redeit. Redeivel mi történt? Redei elveszítette az összes előnyét. És ott van Gamerded, és az első három teljesen együtt. És ilyen Turbo Diesel, és most Turbo Diesel megelőzi! Turbo Diesel megelőzi, simán kikerüli Redeit. És sárga zászló. Erre Lemming. És nem Petivel megint. Nagyon esélyes, hogy Petivel. Na viszont itt még megy a csata, Redei itten próbálja a Turbo Dieselt visszatávolni. Ez most szerzőnek nagyon-nagyon jót tesz, ugyanis ő most nagyon jön föl rájuk. De ne feledjük, hogy szerzőnek 4 körrel frissebbek a gumiai, mint az első 3-asnak. És a szerző abszolút visszajött a meccsbe. És Zsolt pedig ott van szerző mögött. 1,2 másodpercre. És itt az első három, az most csatázni fog nagy valószínűséggel. És Turbo Diesel természetesen majd a csapattársának szerzőnek próbál majd kedvezni azzal, hogy feltartja a többieket, és oda néz, szerző már is egy másodpercet ledolgozott a hátrányából, 3,3 a különbség. És ha most Redei visszatámad esetleg, akkor még jobban csökkenhet a különbség. Erre Lemming a boxban. Jön Redei, de ez még ebben az egyenesben nem lesz. Mondjuk nem is probléma, mert amúgy előzni majd a következő egyenesben kell. Itt csak elő kéne készíteni, viszont nem tudja, mivel Turbo Diesel annál előrébb van. Na nézzük! Hát ebből talán nem lesz előzés. 5-10? Nem. Redei ezt nem fogja megkockáztatni. Most csak húzatja magát, viszont szerző közeledik. 3 másodperce van szerző. És azért ne felejtjük el, azért ez a 4 körös gumikülönbség most azért szerzőnek jól jön. És hát ugye Zsolti meg jön bele az 5. helyen. De mondjuk Zsoltak semmilyen kockázatban nem szabad most már belemenni, amivel ő áll messze a legjobban az első 5-ösből. Sőt, úgy tulajdonképpen talán az egész mezőnyből, ugyanis hát az első 4 helyezett előtte még biztosan ki fog jönni. Dark Agent szinte biztosan ki fog jönni szerzővel együtt, Cigi ki fog jönni, Peti és Nedon is ki fognak még jönni, volt már az, aki már nem fog kijönni, de hát ő is a 10. helyen van mindösszesen. Semmi, mindösszesen, hát azért még majd sokat fog ezzel, de majd volt már itt a végén nyerni, csak hát ugye a gumikülönbség majd az majd az első, hát akik most kemény gumi vannak, majd azoknak azért a gumikülönbség elég nagy lesz. Ha most Turbo Diesel Redein, Gamerden, meg a többieken, volt már közben a leggyorsabb. Egy biztonsági autó segítene. De nagyon. Akkor viszont Zsolt sem feltétlenül engedhetné meg magának, hogy kimaradjon. Na nézzük, Redei. Közeledik, de ez még mindig nem lesz előzés. Amúgy Redei teljesen kint a rázókövet használja. A többiekkel ellentétben. Redei nagyon kihasználja a pálya határait. Na most nézzük. Na most közelebb van, mint az előbb. Talán ebből se lesz támadás. Nem, ebből se támad. Volt már egy 3 másodperc közben, egy kicsit túltolta. Ez majd azért fájni fog Volt a végén.
Erlenmén közben megelőzte Huszinátort. A Huszinátor még talán visszatámadhat egy jobb kigyorsítással. Közel van, de fél 100%. Nem használja az overtake-et Huszinátor. Ez nagyon érdekes. Most használja, de hát ez már késői. Sredei a boxban. 19. kör. Na! És hát akkor nézzük, Redei hova fog ezzel hátraesni. Hát... egyébként valahova volt már környékére talán. Elmegy Cigi, elmegy Peti, elmegy Nedon, és hát nézzük Wolfsmark, mondjuk Wolfsmark nem hiszem, hogy támadni fogja a csapattársat, vagy bár ilyesmi, mert ugye Redeje bajnoki címért megy, Wolfsmark elmegy. És a 10. helyre jön vissza Redei, bár itt azért szerintem majd Wolfsmark el fogja előbb vagy utóbb engedni a csapattársat. Elközeledik, DRS lesz, és szerintem majd a DRS zónába el fogja azért engedni a csapattársat. Hát természetesen semmi értelme nincs, hogy ők most itt elkezdenek csatázni, mert egyébként is Redei sokkal jobb tempót fog diktálni itt az utolsó körökben a gumi különbség miatt. Tehát ugye volt már keményeken van, Redei pedig most jött ki a boxból a közepet. Itt, tehát szemmel láthatta a különbség, így nagyjából fél autóval kiebb autózza ezt az ívet Redei, mint az összes többi versenyző. Mert amúgy Wolfsmarken is, meg a többieken is ezért ezt látszotta. Nézzük, most történik az elengedés, igen. Redei bemegy a belső ívre, és elmegy Wolfsmark mellett. Feljön a 9. helyre a bajnoki éllovas. Egyél a középső szektor társaságában. És bejönnek, turbo dízelék reagálnak Redeinre. Na nézzük. Redei most egyébként elég ugorhat, de most ő neki gyors lesz a kivezető köre ezzel a DRS-es húzatással. És akkor ez a szerző átveszi a vezetést, Zsolt a második, Stark Agent a harmadik, az utolsó helyről. Na nézzük, Turbo Dieselék hova jönnek, Ledon is a boxban közben. És ott elment Redei, és elment Wolfsmark, és most Wolfsmark segítheti a csapattársat. Erlen mint dobálja a leggyorsabb köröket egyébként. Ott van Wolfsmark, Turbo Diesel előtt. Viszont pont nem lesz DRS-e. Pedig most azért nagyon segített volna Redei a csapattársan, hogyha a DRS. Na de nézzük! Hát most Wolfsmark bepróbál szerintem segíteni valamit a csapattársának. Meg fogja próbálni a segítséget. Ha Turbo Diesel segít szerzőnek, akkor most Wolfsmark is fog segíteni Redeinek. Na nézzük! Ó, sokkal jobb a kigyors. Hát ezt nem tudja kivédekezni. Megpróbál minden, de Turbo Diesel teljesen simán megelőzi. Sokkal gyorsabb azokkal a új gumikkal Turbo Diesel, természetesen. És akkor eredhet Redei után, viszont Redei ezzel azért egy ilyen másfél másodperces előnyre szertett, itt közben Cigi és Peti akadnak össze, Zsolt pedig szerző mögött van időközben. Na nézzük Cigit és Petit, hát a 4.-5. helyen vannak, mondjuk hát Petinek még biztosan ki kell jönnie, és hát azért nagyon szükséggel majd Ciginek is. Viszont most nagyon előkelő helyen autóznak. Peti a 4., Cigi az 5., Stark Agent pedig a 3. helyen van. 16 köves keményeket. Tehát azért mondom, hogy az első valószínű, hogy Stark Agent végig megy majd. Nézzük Zsoltot. Zsolt húzatja magát szerzőbe. Sárga zászlót, Gilgöd feladja. És erre Lemming volt az, aki eldobt a szegénykém. Hát erre Lemmingnek sincs jó futama. És Zsolt ott van szerző mögött. Stark Agent pedig 2.4 másodperc, tehát abszolút nem áll rosszul. Itt közben Nedon előzi Huszinátort. Azért itt is van egy 5 körös gumi különbség, hát ugye Nedon most jött ki a boxba 1 körrel ezelőtt. Huszinátor pedig jön vissza, hát ugye őnek a 6 körösek ezek a közepes gumiai. Hát azért Huszinátornak is necces lesz, hogy végigmegy, de talán neki sikerülhet. Hoppa, Peti eldobja a 4. helyről. Peti, szegény Peti pedig nagyon jól állt eddig. És hát ez az, hát mondjuk
Szegénynek már semmi gumia nem maradt szerintem. 20-21 körös, kemény, be is jön a boxba természetesen. Hát de Kárpetiért pedig nagyon jól állt. A negyedik helyen volt, Cigivel csatázott. Eddom, hogy Cigi kergette bele egyébként ebbe a hibába. Hát nagyon komolyan támadt, és fölmegy alá egy gumi Petinek. 8 körre, hát azt nem tudom, hogy végigbírja. Szerintem Erlenming is majd erre fog kijönni, de hát mondjuk Erlenming semmilyen veszíteni valója nincsen. És Turbo Diesel Redei mögött, Redei pedig előzi Cigit. Na! És Cigi mellette megy Turbo Diesel, és viszont Turbo Diesel majd kapásban mehet a Redeire. És ott Cigi elfékezi, és ott a volt már összeérnek. Viszont nézzük Turbo Diesel és Redei. Most ez egy nagyon-nagyon fontos csata, és hát Turbo Diesel ki fogja kerülni. Redei, az a helyzet. Kikerüli. Az egyenesben simán kikerüli, itt pedig Gamerded, Voltmark és Cigi. Gamerded megelőzte egyébként Voltmarkot itt az események közepet. Tehát itt Cigi azért intézte a dolgokat, hát mondjuk szerintem ki is fog jönni a kör végén ő is, mert hát ő is teljesen visszaesett, már nincsen semmi tempója azokkal a közepes gumikkal, természetesen már hát nagyon elkoptak neki. És hát a kérdés a következő, hogy ki marad-e szerző? Ki marad a Star Cage-en? Zsolt nyilván ki fog maradni. Redon 3 másodperc. Szerintem egyébként szerzői Star Cage-ent egy biztonsági autóra várnak egyébként. A szerző nem akarja a pályapozícióját feladni Zsoltékkal szemben. Mert hogyha szerző kijön, akkor nagyon hátra esik. Viszont ebben a taktikában az a kockázat is megvan, hogy defektet kap. És akkor viszont nagyon csak csattanhat, ha mondjuk az utolsó szektorban kapja a defektet. Tehát szegény szerzőnek semmi tapadása nincs, és most szerintem Zsoltinak meg is lesz az előzés. Jön Zsolt, jön Zsolt, jön Zsolt, kívülről Zsolti! Na most megkockáztatja-e? Nem. Ezt jól csinálja Zsolti. Várasztania kell szerzőt. Tudja Zsolt, hogy szerzőnek 5 körrel használtabbak azok a kemény gumiai is. Azok bizony, hát nem tudom, hogy fognak végigmenni szerző alatt azok a gumik. Star Cage-nél ugyanez a helyzet a harmadik. Egyébként Star Cage-n jó tempó diktál, azt ott megy szerzőjékkel. Viszont, ha meg itten jön a defekt tsunami esetleg, akkor Turbo Dieselék itt még nagyon-nagyon jó helyzetben lehetnek, ugye, és ők most nagyon sokat közelednek egyébként. Lassan 10 másodpercen belül lesznek. Az első hármashoz képest. És hát Zsoltot nézzük. Hát ő... neki nem szabad kockáztatni, mert egyébként ha most Zsolt elmegy szerző mellett és kibírják a gumiai, akkor azért van egy ilyen kb. 12 másodperces előnye az üldözőkkel szemben, amit azért 5 körre be lehet osztani. Na nézzük! Szerző nyomogatja egy kicsikét azért azt az elszed Zsoltak, itt nem szabad előznie, mert akkor szerző visszatámad, és nem is előz. Okosan megvárja a második DRS zónát, megpróbálja előkészíteni, viszont megdobta a rázókő, és ezzel a szerző egy kis előnyt szerez. És ez szerintem így nem is lesz meg Zsoltak. Közben nézzük a Redei Turbo Diesel csatát, ugyanúgy álló padhelyzet jelen pillanatban. Ezért Redeinek kellene ez a pozíció nagyon, mert hogy most Zsolt ezzel nagyon sok pontot hozhat itt rajta. Hát szerző meg Star Cage-en pedig a tűzzel játszanak, ezt azért kijelenthetjük. Vagy nyernek, vagy kiesnek. Ez a két lehetőség van. Lecsúszik egy kicsit Turbo Diesel. Újabb másodpercet vettek ki egyébként a különbségből, de hát most már csak 5 kör van hátra, hát ez nem biztos ám, hogy elég lesz. Főleg, ha itt még elkezdenek csatározni, de hát... azért nekik ez a gumi simán végig fogja férni, még ez az első hármas, azért én azt mondom, hogy még Zsolt is bajban lesz azokkal a 15 körös hárdokkal. Tehát ha szerzők végig mennek, akkor ő is, tehát ez egyértelmű. És most Redei egy kicsit le is szakadt. Ott van mögöttük egyébként Gamerded és Voltmark is. Szép kis négyes. Na nézzünk ide vissza az élre. Zsolt tud-e valamit kezdni szerzővel? Még ebben a körben sem hiszem. Egyelőre messze van. Sokkal mélyebbet tud egyébként fékezni. Szerző egyébként elképesztő, hogy mit összevédekezik azokkal a 20 körös kemény.
csapat, és megint jobban gyorsít kiszerzés, ez így megint nem lesz meg Zsoltnak. Hát azért le a kalappal szerző előtt, azért nagyon komolyat védekezik azokkal a 20, lassan 21 körös kemény gumikkal. És ha az a gumi végig bírja, akkor szerző nagyon-nagyon jó helyzetben van. Csak a probléma a következő, Zsoltnak egy ilyen 40%-kal több overtake-je van, mint szerzőnek. Szóval Zsolt, ha egyszer erre az 50%-a, 60%-a rátényer el, akkor szerző nem nagyon fog tudni védekezni. Közben lement egy újabb másfél másodperc a különbségből. Rede így tolja le a pályáról Turbo Dieselt, de egyelőre nem tudja megelőzni. Turbo Diesel is szépet védekezik, hát mondjuk most segít a csapattársnak. Ellen minket. Vigas D-ként a leggyorsabb kört azért megfutja, de hát 12. helyen abszolút semmi eséllyel már. És ha ebben a körben nem jön biztonsági autó, akkor már nem is fog, tehát... Akkor Erlen Ming az... Az, hát 12. lesz. Na de, hát most merjek-e bajnak itt állás számolni? Jelenleg nem biztos, hogy kéne még. Na nézzük, Zsolt! Na most! Még itt nem! Még itt nem. Okosan a Zsolt megvárja a második egyenes, viszont innen szerző nagyon jól tudta, de most megcsúszik szerző, és ez lesz itt a Zsolt esélye, megcsúszott szerző, és akkor ugye külső ívről ez előnyben, és ez úgy tűnik, hogy megvan, lezárja Zsolt a belsévet, és nagyon szépen megelőzi szerzőt, szerző hibázott, megcsúszott, tehát mondjuk nem tudom hibáztatni, 21-22 körös kemény gumikkal azért. Az is tudod, hogy eddig kibírta ezt a védekezést. Na ja, és defektet kapott! Vagy nem? Nem, csak elrontotta. Tehát itt szerintem időkérdése lesz ez a defekt. És ott közben pedig az Erlen Ming az, aki Stark Agentet támadja, még nem érkeztek meg Turbo Dieselék, de ha kibírja a gumi, akkor egyébként meg elő fognak maradni bizony szerzőjék a második, harmadik helyen, ha ez a gumi kibírja, mert 6 másodperc, ami mindig a különbség, ott jönnek hátul. De hát 3 kör van hátra, ha kibírják a gumik, akkor viszont ott lesz. Eldobta Wolfsmark. Wolfsmark az utolsó kanyarban. Így is úgyis hetedik végül is, szóval pozíciót nem veszített, viszont hát egy ilyen 7 másodperce hátrébb került. Tehát ő kiszállt a negyedik helyért menő csatából. Mondjuk amúgy is ott volt az a 3 másodperce, szóval abúgy sem biztos, hogy tudott volna bármit is csinálni, mert többieknek nincs büntje. Na nézzük, itt tudnak-e valamit csinálni? Egyébként itten annyira szépen spórol amúgy GamerDead-en kívül mindenki az ESZ-el. 70%-on van Redei és 36-on Turbo Diesel. Hát ők itt egymásra figyelnek, és Gidgedet kidobja, vagy kilépett, hát mondjuk igen, Gidged már kiesett, szóval mondjuk nem annyira fontos. Na most nyomja Turbo Diesel, az Erset, ez most nagyon-nagyon jó a hír Redeinek. Hát Redeinek a negyedik helyre kell rámenni a jelen pillanatban. Mert hogy ha kibírja a gumi szerzői Stark alatt, akkor itt a negyedik helyet megy a csata, mert még mindig 5 másodperc a különbség, és most már csak 2 kör van hátra, szépen lassan. De nem fogy el a különbség egyszerűen, nem fogy el a különbség, és mindjárt vége a futamnak, szóval a szerzőnek meg Starknak a taktikája nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy be fog jönni. Ma ugyan nyerni nem fognak vele, de duplán ott lesznek a dobogón, ami azért szerintem nagyon-nagyon szép eredmény, főleg Starktól, aki az utolsó helyről indult, és ott az egy William Serleminggel van. Megijedtem, hogy valamelyik szerző vagy Stark Agent az, aki defektet kapott, de nem. Csak Serleming volt az, aki elengedte itt az úri embereket. Na nézzük akkor, Ready. Hát nem tudom, hanyadi próbálkozás. Közel. Közel, igen. Most közeledik, azért szép lassan René is a sváján határozza magát, úgy tűnik. Bemegye? Nem. És ezt így egy kicsikét most elfékezte Redei. És most Turbo Diesel alá jobban gyorsít ki, és hát ezzel nem biztosan, hogy meg lesz Redeinek. Villog, Turbo Diesel, bemegy Redei a belső ívre, Turbo Diesel mellé, és nem kockáztatja meg. Nem kockáztat Redei, tudja ő. Még lesz esélye az utolsó körbe. Itt nem szabad ott hagyni, nem. Ezt az utolsó körre kell hagyni, mert hogy Turbo Diesel villog.
3,8 köz van a különbség. Megy le az a különbség egyébként, és Starkey Agent meg lassan megérkezik szerző mögé. Az utolsó kör kezdődik meg. Zsoltot senki nem veszélyezteti, simán nyerni fogja a futamot. Viszont ott jön, ajajajajaj, mi lesz itt az utolsó körben. Redei, Gidget, Turbo Diesel és a Starkey Agent 1,2-re van szerzőtől. Viszont úgy tűnik, hogy azért délre nem biztos, hogy lesz is közben Redei és Gamer Red. Egymás mellett, ott talán összeértek Turbo Diesel-lel, vagy hibázott Redei, és ezzel viszont Redei nagyon-nagyon rosszul jár, mert hogy ezzel Turbo Diesel elépett. Starkey Agent közben nyitja a DRS, nem. Nem, viszont másodpercen belül van. Huszinátot közben kizárja a játék, és közben Redei meg visszaelőzi Gamer Redet. Viszont Turbo Dieselt ezzel elveszítették. Hát a játék ma szereti kizárni az embereket. Huszinát a második, akit kizárt MRC után. Hát... hát igen. Na de... 9-10. Közel van Starkey Agent szerzőhöz. Ha szerző még hibázik, hogy történik szerzővel valami, még azért odaérhet Starkey Agent a második helyre. Nagyon-nagyon közel van, de hát szerintem pont nem lesz elég ez már Starknak a támadásra. Viszont érkezik Zsolti az utolsó kanyarba, hogy a kockázászó intésére átveti a vezetést a bajnoki pontversenyben 2 ponttal. Mert jön szerző a második helyen Starkey Agent, a harmadik Turbo Diesel bejön negyediknek, és Redei az ötödik. És ezzel 2 ponttal Zsolt átveszi 2 ponttal a vezetést Redeitől. Zsolt nagyon szép versenyt futott, és megnyerte. Gamer Dead a 6., Wolfsmark a 7., Nedon a 8., erre Lemming még egy kicsikét rutinozik, Peti lesz a 9., és Cigi majd érkezik a 10. helyen, és 2 pont a különbség a szezonzáró futamra. Hát ennél izgalmasabbat nem nagyon lehetett volna a hátgrubba kitalálni. 2 pont mindösszesen a különbség. És hát ugye ne felejtjük mai vasárnap a médiumos futamot, ahol szintén 9 pont a különbség az első és a második között. Szóval még 2 ligában nagyon-nagyon komoly a meccs a bajnoki címért, közben Cigi beért 10. helyen. A soft group az ugye már eldőlt. Tehát azért Red Bullnak eléggé nagy volt a fölénye ebben a szezonban. És hát ugye azt a bajnokságot már Márton megnyerte. Még Portimaóban, szóval... szóval igen. Viszont a medium és a hardban még nagyon-nagyon komoly meccs megy a bajnoki címért. A hardosoknál ez majd jövő pénteken fog eldőlni, a médiumnál pedig ugye most vasárnap majd. És hát nagyon-nagyon komoly lesz a jövő heti brazil nagy díj itt a hardgroupban. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy Zsolti egyébként teljesen megérdemelte ezt a győzelmet, végig kontrollálta egyébként a futamot, és akkor sem remegett meg, és nem került bele egy darab balesetbe se, amikor a 12. helyre hátraesett a kerékcsere után. És hát azért úgy halkon feljegyzem magamnak, hogy 25 kért végig bír a kemény gumi. Azért ezt így nagyon halkon feljegyzem magamnak a vasárnapi médium futamra majd. És hát itt a végeredmény, és ugye Erlenming a leggyorsabb kört elvitte, ennyi nyugodalma azért lesz majd, és hát ezzel a végeredménnyel búcsúzok akkor a mai napra. Még a soft futamra nyugodtan nézzen át mindenki, aki szeretne, ők ugye még csak most mennek, hát ha jól tudom, Patrik Robi kolléga úr közvetíti a soft futamot, úgyhogy nézzetek át oda is, és hát akkor vasárnap médium futam szezon záró, és hát akkor jövő héten pénteken pedig jönnek a hardosok. Az elképesztő izgalmakat tartogató brazil nagydíjjal. Úgyhogy én ezzel megköszönném a figyelmet. Sziasztok, viszontlátásra, viszonthallásra.